Mike tanár úr, ma írunk tesztet? Nem, ma egy fontosabb témánk van. Miért kell a tiniknek a pénz? Mike tanár úr, azt hiszem mindenki tudja, hogy miért van szükségük pénzre a tiniknek. Mike tanár úr, bevásárláshoz, új telefonokhoz, szépségszalonhoz. Sok sminkhez. Figyeljetek, lányok, mindenkinek más a fontos. A pénzemből én mindig könyveket vettem. Ennyi. Így van. Én például a pénzemet autóra spórolgatom. Kostya, ne hazudj, minden pénzedet Karinára költöd. Dima, te pedig zöldi kérés utánam tőlem kérsz kölcsön. Skacok, a smink, a ruhák, az új telefonok jók, de... Mike tanár úr, a tininknek pénz kell, hogy bejöhessenek a kávézunkba, és bármit megrendelhessenek. És hogy kellően jó borravalókat hagyjanak a kiszolgálásért cserébe. Ez is jó, de pénz kell ahhoz is, hogy a tinik megtanulják majd beosztani a pénzüket. Beosztani? Mike tanár úr, miről beszél? A tinik annyi pénzt költenek, amennyi csak van nekik. Igen, Mike tanár úr, amikor elmegyek otthonról, mindent elköltök, és nem hagyok semmit későbbre. Aztán felhívsz, és azzal jössz nekem, hogy Tommy, küld nekem pénzt, mert nincs elég, hogy hazajussak. Mike tanár úr, a tinik nem tudják beosztani a pénzük, mindent elköltenek. Srácok, tévedtek. Mindent meg kell tervezni. A pénzetek költését is meg kell terveznetek. Ma megtanítalak, hogyan költsétek a pénzeteket okosabban. Igen, Mike tanár úr, magyarázd el Ice-nak, hogy nem költett kevesebb pénzt a barátnőjének szánt ajándékra. Hé, pizza, mi van? Kevesebbet költ? Igen, mindig azt mondod, hogy nincs pénzed. Hogy mi? Ezt nem felejtem el. Mike tanár úr, magyarázd el pizzának, hogy nem tud ajándékokért könyörögni egy tinnyel. Szóval, srácok, a témánk a kiadások helyes megtervezése. Figyelj, Nastya, válaszolt neked Gera? Nem, Diana, Gera nem válaszolt. Mi van Markusszal? Nekem sem, mostanában nagyon furcsán viselkednek, olyan távolságtartóak. Igen, ezt én is észrevettem, és azt hiszem, ma nem jönnek be a suliba sem. Figyó, be tudnád fogni? Mindenki elmondja Mike tanár úrnak, hogy mire költik a pénzüket, majd akkor szólalj meg, ha rád került a sor, oké? Lajla, minden lében kanál vagy mostanában. Nagyon idegesítesz. Amikor rád kerül a sor, majd elmondod, mire költöd a pénzed. Mi pedig végighallgatjuk. Figyelj, figyelj, sokat tanulhatsz, nagyon. Mondd csak, miért kell minden pénzedet Karinára költened? Szerelemből. Mike tanár úr, szerelemből mindent meg akarok adni. Kostya, költségvetést kell készítened. Ne feledd, a költségvetés mindenek felett. Mike tanár úr, hiába is magyarázza, mindent Karinára költ. És én kölcsön adok neked pénzt. Kostya, fogd be, ne hozz kellemetlen helyzetbe. Később beszélünk. Sophie, mire költöd a pénzed? Nincs pénzem. Hát az meg hogy lehet? Mike tanár úr, minden pénzem ételre költöm. Igen, ő eteti a hajléktalan macskáit és kutyáit. Aztán ellopja a sminkjeimet. Mondja meg neki, hogy ez nem helyes. Srácok, sok munka van még hátra, de azt hiszem, hogy az óra után mindent meg fogtok érteni. Diana, nekem nem igazán tetszik Mike tanár úr témája. Nastya, nem tudom, azt hiszem Mike tanár úr felkészít minket a felnőtt életre. Hamarosan 18 évesek leszünk. Figyelj, Rómeó, hagyj békén, nem avatkozom bele Diana kapcsolataiba. Én a lázadók barátja vagyok, a pompon lányok barátja. Hogy magyarázzam el jobban? Kabala, megkérdezem még egyszer, hogy nyerhetném el Diana szívét? Mindig a lázadókkal töltöd az idődet, és mégsem tudod. Rómeó, én azt nem tudom. Add ide a fejem, mennem kell. Figyú, ha nem mondod el, anélkül fogsz edzeni. Énekeljek neki egy dalt, nem tudom. Rómeó, nem érted? Diana szereti az egyéni srácokat, egyéniségeket. Rendben, meglátjuk, hogy milyen az esete, de ez az egész maradjon köztünk, megértetted? Meg! Elegem van Rómeóból. Mit mondtál? Nem hozzád beszéltem. Kezdj el randizni a békákkal, talán nagyobb szerencséd lesz velük. Randizd te velük, én meghódítom Dianát, érted? Max, nézd, mit tudok! Ű, nagyon menő vagy. Én is pomponlány vagyok. És szinte kosárlabdázó is. Max, te vagy a legjobb! Nézd, mit tudok! Srácok, megértem, hogy jó szórakoztok, de edzünk inkább, hagyjuk a gúnyolódást. A pompomlányokat nem érdekli ez. Tomi, mit értesz azon, hogy ne viccelődj? Addig viccelünk ezekkel, amíg be nem jönnek az iskolánkba. Tomi, téged nem izgat, hogy Knopa egy másik sráccal van? Egyáltalán nem érdekel? Emberek, nem érdekel, túl vagyok rajta, edzünk most már! Jól van, srácok, edzünk, gyerünk! Gyerünk, csináljuk! Lejárt az időtök, játékosok, az edzőterem most már a miénk. Igen, itt edzésünk lesz. Szóval fogjátok a cuccaitokat és menjetek el. Ó, ki ez a Markus? Kik azok a lázadók? Hallgassad te Dianádra. Diana, nem ismertél fel?
Ez nem vicces. Smiley, a helyedben nem pattognék. Igen, itt edzésünk lesz. Talán lejössz. Na lányok, edzünk egyet. Szóval játékosok, menjetek el. Az edzőterem most már a miénk. Rendben, lázadók. Lányok, készen álltok? Igen. G-Ö-Z-E-L-E-M. Győzelem. A nyuszik a legjobbak. Vigyétek a labdáitokat. Na, gyerünk, menjetek innen. Vigyétek ki. Sok sikert, lányok. Mindennek rendbe kell lennie. Elegem van belőlük. Lányok, ne figyeljetek rájuk. Gyerünk! G-Ö-Z-E-L-E-M. Győzelem! A nyuszik a legjobbak! Ez az! Mit fogsz rendelni? Csapvizet. Vizet. Ugyanez Zöldikének is. A víz az bubimentes legyen. Oké, csapvíz. Dima, én ezt nem értem. Mi az a csapvizet és Zöldikének is? Nem ezt beszéltük meg. Zöldike, Mike tanár úr elmagyarázta nekem, hogy meg kell szerveznem a kiadásaimat. Igen, ma óránk volt és Dima a legjobb jegyet kapta, szóval mostantól nem fogok pénzt pazarolni. Nos, értem, de legalább rendelhetünk egy fánkot, vagy egy pici szelet pizzát. Nem, minimálisra kell vennünk a kiadásainkat, világos, minimálisra. Neked is csapvizet? Igen, csapvizet. Bravasti, nekem két pizzát. Pizza, hozd nekem epres mojitót. Oké. Júlia, nem hallottad? Meg kell terveznünk a kiadásainkat, ezért rendelünk csapvizet. Csapvizet majd valaki más fog rendelni, én nem akarok. Ma nem is reggeliztem. Csapvizet. Hogy értitek? Blondi, Mike tanár úr mindent elmagyarázott, be kell osztanunk a pénzünket. Értem. Miféle beosztás? Együnk, az edzéshez erő kell. Blondi, mindent leírtam, megmutatom. Igen, Blondi, a pénzbeosztása a legfontosabb, enélkül mindig pénz nélkül maradsz. Lányok, furcsák vagytok, milyen órátok volt? Blondi, közgazdaságtan. Ice, kérek egy sajtortát és egy turmixot. Pizza, mondd csak, mit rendeltek, miért tart ilyen sokáig? A lúzerek kivételével mindenki csapvizet rendelt. Hogy mi? Hallgattak Mike tanár úrra. Szóval senki sem fog rendelni többet a kávézóban? A rendelésekről nem tudok, de senki nem fog borravalót adni. Pizza, ez nagyon nincs rendben. Szóval, srácok, figyeljetek, nem spórolhatok folyton magatokon, ne hallgassatok Mike tanár úrra. Rendeljetek meg mindent, amit akartok. Talán nincsenek eladásai. Hallottad, Dima? Nem spórolhatsz magadon. Zöldike, mondta Mike tanár úr, mielőtt megvennél valamit, meg kell keresned, hol a legolcsóbb, különösen, ha akciós. Hát, nekem nincs szükségem ilyen pasira. Szóval, gyerünk, gyerünk, rendeljetek. Akciónk van, vesztek egy pizzát, és a második ingyenes. Pizza, kérek. Csendet. Senki nincs odalent. Focit játszanak. Szóval te vagy a Max? Mit gondoltok? Menő. Ki ez a kék ruhás kosaras? Van még egy. Nem tudom. Rajzolunk valamit? Sziasztok, srácok! Lányokat várjuk. Tudjátok, hol vannak? Olyan csendes az iskolád, olyan unalmas. Jó móka itt lenni, fiú. Szóval, Igor, Knopát várod. Képzel csak el, mi lesz, ha oda jön hozzád, és azt mondja, végeztünk, és visszajön hozzám. Mi lel téged? Állj le, Igor, ők barátok. Mi a baj, srácok? Focisztunk és kosaraztunk is veletek. Igazából játékosok, békével jöttünk. Békével. Örülünk neki, srácok, nincs szükségünk a lázadóitokra. Egyáltalán nincs rájuk szükségünk, értitek? Igor, mondd meg a Knopádnak, hogy ne nézzen rám, amíg edzek. Ne bámuljon. Elegem van. Nyugi, azt mondták, hogy nincs szükségük a lázadókra. Srácok, nem mondták meg, hogy hol vannak a lányok. Valószínűleg az edzőteremben vannak. Gyerünk. Nem szeretem ezt a Tomit. Jaja, mi ez? Lúzerek, ők nincsenek a kórusban. Miért vannak itt? Bruce, te nem is énekelsz? Nem voltunk, de már benne vagyunk. Megmutatjuk. Mindenki nyugodjon le. A lúzerek azért vannak itt, mert nincs erős hangú csapattársunk, és versenyünk lesz. Egy versenyünk. Van basszusgitárom, nincs versenytársam. Nekem erős hangom van. Nekem is, jaja, tévedsz. Jana, nem tévedek, és azt akarom, hogy megnyerjük a versenyt. Tehát egy erős hangú frontembert kell választanunk. Szóval, lúzerek, ki akarja megmutatni, milyen erős a hangja? Mi? Nem, srácok, én leszek az első. Gigi, értem, te leszel a végén, Juli.
Hogy érted ezt? Csodálatos hangom van. Gigi, figyelj, bravasztít és engem. Gyerünk, 1-2-H. La 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 la. Elég, nem tudom, srácok, nem tudom. Ezekkel a hangokkal nem fogunk nyerni semmit. Nem értitek ezt? Mit értesz azon, hogy ennyi? Rendben, most a profik megmutatják. Kezdjük. 1-2-H. Nekem szép az élet, nekem szép az élet, nekem szép az élet, szép az életem, nekem szép az élet, de nagyon-nagyon szép. Kimegyek az erdőbe, és kész az ég. Jobban, állj! Kimegyek az erdőbe. Ez az, erre a hangra van szükség. Annyira menő. Azt hiszem, szerelmes vagyok. Bromasti nagyon menő. Semmi különös. Én jobban fogom csinálni. Romeo, minden reményünk benned van. Mi? Milyen remény? Mi történik itt? Miért vagyunk itt? Énekelünk. Figyelj, Romeo, kössünk alkut, kérlek. Te leszel a frontemberünk, kérlek, segíts megnyerni a versenyt, please. Kérlek. Én nem segíthetek, csak szerelmes dalokat énekelek. Romeo, kérlek, gondolj csak bele, tekintélyt szereznél vele. Máj bácsi büszke lenne. Szia, Romeo. Szép az életem, nem. Szép az életem, szép az életem, kimegyek az erdőbe, szép az életem. Na szóval nincs erős frontemberünk, gyakorolnunk kell a győzelemhez. Készen állunk! Szép az életem, szép az életem. G-Ö-Z-E-L-E-M. Győzelem! Nyuszik a legjobbak! Győzelem! A nyuszik szuperek! A nyuszik a legjobbak! Nyuszik nyerni fognak! Lányok, ti vagytok a legjobbak! Sziasztok! Lányok, elnézést a késésért! Tudjuk! Kabala, befejeztük mára! Hol voltál? Hát, nekem nincs szükségem ilyen pasira. Lányok, talán Kabala szerelmes? Lányok, nem. Ő Romeo. Romeo? Jelesleg Diana nem engedte, hogy átöltözzek, és kérdezgetett arról, hogyan férkőzhetne a kegyeidbe. Mondd meg neki, hogy nem lehet. Nem fáradtatok-e, játékosok? Lazítsatok. Igen. Sziasztok. Várjatok meg. Na, várjatok. A lázadók megőrültek az új fiúkkal. Rendben, Smiley, értem. Mit értesz? Markus, Diana a barátnőm. Ex, de barátnőm. Értem. Kosarasok, nem unjátok már ezeket a játékokat? Üljetek le és várjátok meg a rendeléseiteket. Örültség. Wow. Smiley, mondd meg ennek a Markusnak, hogy a lázadók a mi csajaink. Érted, Markus? A lázadók a mi csajaink, a játékosok csajai. Rendben, értettem. Azonnal szólok Dianának, hogy végeztünk. Nem csak végeztetek, Markus. Futás, Markus, futás. Menő. Ice, kérnénk 4 mojitót és 4 forró csokit. Fuss, Márkusz, fuss! És ne is gyere vissza! Márkusz, ne is figyelj rájuk. Smiley csak úgy tesz, mintha ő lenne a főnök. Nem fáradtatok el, játékosok? Lazítsatok! Nézd, Diana, Markus futott, gyenge! Diana még csak nem is harcolt a szerelmedért. Szakíts vele! Szakíts velem, Diana! Nem gondoljátok, hogy ennyi elég volt? Diana, talán nem kellene beszélnem vele. Markus, nyugi, nincs szükségünk újabb gondokra a suliban. Ők szándékosan csinálják, nem engednek soha az iskolába jönni titeket. Tomit egyáltalán nem szeretem. Tudod, mit mondott ma nekem? Knoppa, még mindig Gregorral vagy? Nem valott szint? Tényleg megértesz engem. Játékosok, tényleg álljatok le! Figyelj, Markus, elég volt! Majd beszélek vele, ezzel a főkével. Markus, ne! Gyerünk, beszéljünk, Markus! Beszéljünk, Smiley. Markus, Smiley, nyugi! Nem, Markus beszélni szeretne, szóval beszélni fogunk. Smiley, mesélj a lázadókról. Fogok. Én fogok. Markus, állj le! Gyerünk! Smiley! Markus, Sima, látod, ez a szerelem. Ezeked, ez a tiéd! Álljatok már le! Ezeked! Diana, mi volt? Mi Diana, van, mi volt? Semmi. Ez a te hibád. A te hibád. A tiéd. Diana, mi történt? Te
te vagy a hibás. Lányok, le vagyok döbbenve. Miért csinálták ezt? Aj, a fenébe. Nem értem, miért viselkedett így Smiley. Miért avatkozott bele Markus? Bolondok, srácok. Lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt, és várjátok az új menő részeinket. Sok szerencsét és sziasztok. Na, Diana, nyugi, minden rendben. De nem értem, hogy viselkedhettek így? Most ez lett a vége.